Átfogó tavaszi nagytakarítás kezdődik hétfőtől Székelyudvarhely lakónegyedeiben. A polgármesteri hivatal azt kérje a lakóktól, hogy a megfelelő munkavégzés érdekében 7 és 13 óra között autóikkal ne állomásozzanak azokban az utcákban, ahol a takarítás zajlik. Első körben a Betlen lakótelepen kezdik el a munkát. Március 10-én hétfőn a Győzelem utcában, a Forrás és Lakatosok utcák között, továbbá a Lakatosok és a Cipészek utcákban tisztítják meg az úttesteket a tél során felgyülemlett szeméttől. Kedden a Kisköved utcát, a Győzelem utca, Kisköved utca és a Forrás utca közötti szakaszát, valamint a Céhek utcát takarítják, szerdán pedig a Függetlenség sugárúton a Győzelem és a Tábor utca között részen lesz a sor. Csütörtökön, majd a következő héten tovább folytatódik a tavaszi nagytakarítás, amelynek aktuális programját a Digitál 3 TV képújságrovatában is megtalálják.